Ebben a nyíregyházi szállodában most 75 vendég pihen a húsvéti hosszú hétvégén. Több mint kétharmaduk a családjával érkezett, többen szép kártyával fizettek. A vendégek nem csak szállásra, hanem sokan éttermi fogyasztásra is használják a kafetéria utalványokat. Nem csak a húsvétkor, hanem az összes hosszú hétvégé és ünnepnapokon 100%-os telítettséggel vagyunk, és a szálló vendégeknek, az ide érkező, az ország több pontjáról érkező szálló vendégeknek körül egy harmada a szép kártyával fizet. Tolnai Róbert és családja Budapestről érkezett Nyíregyházára, először járnak a nyírségi nagyvárosban. Most igen, most szép kártyával fogunk fizetni, tehát szerencsémre a tavaly egy munkám folyamán tehát gyűlt egy kis pénz a szép kártyára. Gyakorlatilag most ez nagyon jól jön, mert nem kell készpénzt, illetve a számlámról levegyek pénzt, úgyhogy ez egy kis plusz. Tehát tulajdonképpen szinte észre se vesszük, hogy itt vagyunk. A turisztikai szakemberek szerint a kafetéria rendszer átalakítása kedvezőtlen hatással lenne az ágazatra, de a vállalkozók szövetsége is úgy véli, nem lenne szerencsés kidobni az ablakon a béren kívüli juttatások rendszerét. Gyakorlatilag az ítéletnek az a lényege, hogy nem lehet kirekeszteni erről a piacról vállalkozásokat, itt esetünkben francia vállalkozásokról van szó, és nem lehet monopolizálni ezeknek a jegyeknek a forgalmazását. Mind az étkezési jegy, az Erzsébet utalvány, mind a szép kártya, a belföldi turizmus, a belföldi kereskedelem, a földi vendéglátás egyik emelője, gerjesztője. A KSH adatai szerint Széchenyi pihenőkártyával a tulajdonosok 19%-kal többet költöttek az év elején, mint korábban. A működő kereskedelmi szálláshelyek jelentése alapján 1653 egység fogadott el pihenőkártyát 887 millió forint értékben. A kormány ígérete szerint nyárig döntenek a kafetéria rendszer átalakításáról. A legvalószínűbb elképzelés szerint a béren kívüli juttatásokat készpénzben kapnák meg a munkavállalók.